Juhász Ferenc a vendégem, jó estét kívánok! Köszönöm, jó estét kívánok! Hát akkor kezdjük sorjában. Azt már idéztem, hogy mi jelent meg ma, hogy 81. októberre és 82. augusztusa között a cikk szerint Orbán Viktor bizony Viktornak legalábbis létezik olyan kartonja, ami a katonai elhárítás társadalmi, ami szerint katonai elhárítás társadalmi kapcsolata volt. Szintén a cikkből sok mindent megtudhattunk erről a társadalmi kapcsolat funkcióról, például, hogy önként, többnyire önként jelentkeztek, vagy önként adtak segítséget, és hogy állítólag erről tehát nem nagyon születtek leírások. Akkor gyakorlatilag a katonai elhárításnak a segítőiről nem is tudunk semmit, nem maradtak fenn dokumentumok? De hát a katonai elhárításnak is vannak dokumentumai, amit egyébként a levéltárakba, akkor amikor ezt a törvény rendezte, akkor el is küldték. De az való igaz, hogy az elmúlt 20 év az azért ezeket a dokumentumokat hát ritkította jelentős számban. Kialakult ezeknek az információknak egyfajta piaca már Antal Józseffel kezdődően, hiszen politikai riválisokkal vagy éppenséggel belső konfliktusok kezelésére gyakorta használták az ügynökvádat, illetőleg nyilvánvalóan azokról, akikről tudták, de meg akarták őket menteni a közharagtól vagy a politikai nyomástól, azokat adott esetben ki is csempészték, vagy eltüntették ezeket a dokumentumokat. Azt állítom, hogy a jelenlegi nyilvántartások, jelenlegi adatok, azok rendkívül hiányosak. De ebben akkor minden kormánynak volt egy kis része? Abszolút, abban az értelemben mindenféleképpen, hogy nem volt meg az a kellő politikai bátorság, ami ahhoz szükséges, hogy az egészet nyilvánosságra hozzák, egy mély lélegzettel kiteregetni, és egyébként kutatók, ismerősök, érintettek, azok ezeket az információkat megnézhetik, ellenőrizhetik. Ez a fajta bátorság nem volt. Nagyon sokszor egyébként korrekt és egyébként becsületes érvek mentén akadályozták azt meg, hogy nyilvánosságra kerüljön. Ugye más a kormány szempontja, és más a mindenkori ellenzék szempontja. Az ellenzék könnyen mondja azt, hogy legyen minden nyilvános az ég egyet a világon. A kormánynak ebben azért nagyobb a felelőssége, mert neki a működő képességét ezeknek a szervezeteknek fönn kell tartania. Honvédelmi miniszterként ön mazsolázott ezekből az iratokból? Nem, ezt csak Boros Péter engedhette meg magának. De ön, ha akarta volna, akkor lett volna hozzáférése? Nem tudom, mert nem is próbáltam soha az ég egyet a világon. Előtte már volt információ, hiszen mondom, ezeknek az információknak, dokumentumoknak, dokumentum részleteknek már piaca volt. Hát Boros amelyben, Péter, ő maga nyilatkozott arról, hogy ő látta Orbán Viktor papírjait, hogy nincsenek. Már korábban is találkoztunk olyan kartonnal, amely Orbán Viktor nevére volt kiállítva, korábban is találkoztunk olyan papírokkal, amelyek most a HVG-ben jelentek meg, de egyetlen egy alkalommal nem találkoztunk olyannal, hogy Orbán Viktor aláírta volna azt a papírt. Hát igen, de az derült most ki, bocsánat, a HVG-ből, hogy nem is kellett aláírnia semmit. Tehát a társadalmi, van egy nagyon remek kézikönyvünk, ez az Állambiztonsági Értelmező Kézi Szótár, nem mai gyerek. Titkos is volt, de hát aztán már a minősítését törölték, ahogy elnézem, 2001-ben. És ebben, tehát ez egy kézi szótár, és ebben szerepel, hogy ki is mi is az a társadalmi kapcsolat. Kékkel kijelöltük, tehát társadalmi kapcsolatnak nevezzük azt a szocializmushoz hű személyt, aki felkérésre vagy önként folyamatosan segíti, tájékoztatja az állambiztonsági szerveket. Ez volt a titulusa, és a HVG-ből is az derül ki, hogy nem kellett aláírni, tehát, hogy itt a hatos kartont hiába keresi bárki is, mert nem volt beszervezési nyilatkozat. Önként a szocializmusban hívő embereket keresnek, akik önként vagy felkérésre segítették a munkát, de hogy ezt igazából nem dokumentálták, nem volt egy hagyományos tartótiszt. Tehát akkor hiába is keresné bárki, hogy Orbán Viktor mit mondott, ha mondott, kinek és kiről, nem biztos, hogy ezt lejegyezték.
Én azt szeretném javasolni, hogy ezt azért illő kritikával kezeljük, ami ebben a bizonyos kézikönyvben benne van. A való élet 30-35 évvel ezelőtt más volt. Nagyon kis tartalmas kézikönyv. Abszolút rendben van. Másképpen működött ez. Én egyetértek Kőszeg Ferenccel, aki azt mondta, hogy ők már nagyon-nagyon korán rendelkeztek információkkal ezzel kapcsolatosan, de soha nem volt megerősített, éppen ezért ebből nem is csináltak politikai ügyet, nem volt ilyenfajta kezdeményezés. Orbán Viktor 18 évesen bevonul katonának, előtte egy rendszerhez hű családban nő föl, ahol nagyon szigorúan kezelik erről, ő maga is val, hiszen van egyfajta apa komplexus. Bekerül a hadseregbe, ahol kőkemény regulák vannak, és az az igazság, hogy az előfelvétel is diákokat, azokat még külön kezelésbe veszik, mondván, hogy ti csak egy évet lesztek katonák, éppen ezért nektek egy év alatt mindent meg kell csinálni. Ilyenkor az ember anyátlan, apátlan, elgyávul, valami stiklije van, és minden ilyen katonai szervezetben van egy úgynevezett elhárító tiszt, amely megkeresi, aki megkeresi a különböző embereket, azokat, akik megbízhatóbbnak tűnnek, azokat nyilván hamarabb, és azt mondja, hogy kedves barátom, kíváncsiak vagyunk arra, hogy egyébként szabadidőben a Lajos nevű ember ott mit csinál, mit tudsz róla, érdekelnek ezek az információk, és adott beszélgetésben akár el is hangozhatott bármi. De... Mitől más egy D-209-es miniszterelnök, mint egy társadalmi kapcsolat miniszterelnök? A D-209 az azért más, mert ő egy elhárító tiszt, teljesen más volt a funkció, neki az volt, hogy a külső, elvileg az volt, ebben a kézikönyvben benne lenne egyébként, hogy a külső támadásokkal szemben védje az országot, illetőleg szerezzen külföldről, kívülről információkat olyan ügyekben, amelyek az ország érdekeit, gazdasági stabilitását veszélyeztetik. A másik, a 3x3, 3x4 az alapvetően a belpolitikáról szólt, és a belső ügyek kezeléséről szólt. Éppen ezért ennek érdemi különbség van a két szituáció és más között. Más emberekről, információgyűjtésről szólt. Így van, de szeretném hangsúlyozni, hogy ezek az információk noha sok forrásból, sok tény alapján, sok információ alapján erősíteni látszanak azt a gyanút, amit a Simicska Lajos megfogalmazott, ugyanakkor nem bizonyítják. És engedje meg, hogy azt mondjam, hogy Orbánnal nem az a legnagyobb baj, hogy 18 évesen adott esetben megszorongatva, mert nem ment kimenőről időben haza, vagy azt mondták neki, hogy vagy már be a laktanyába, vagy azt mondták neki, hogy öregem, nem mehetsz haza, hogyha nem mondasz most három mondatot. Mert hogy ilyenfajta eszközöket is használtak a társadalmi beszervezettekkel szemben. Szóval nem az a baj szerintem most 35 év távlatában, hogy ilyen volt, hanem az a nagy probléma, amit ma csinál a mai magyar társadalommal, vagy ami a mostani politikáját jellemzi. Attól a cselekményétől ma még lehetne egy nagyon felkészült, korrekt, tisztességes miniszterelnök, de nem az. Na jó, de Simicska Lajos nem csak ennyit mondott, hogy egyszer a katonaság utolsó hónapjaiban azt mondta, hogy jelentenem kell rólad, Lajos, hanem azt mondta, hogy ő eddig biztos volt benne, hogy nem szervezték be, de most pont a Magyarország, Oroszország, illetve a magyar kormány Putyinhoz, Orbán Viktor Putyinhoz fűző viszonya miatt ő már nem is tudja, hogy mit gondoljon, amikor Stumpf András rákérdezett, hogy most arra gondol, hogy esetleg külföldről, Moszkvából, Oroszországból zsarolhatják a miniszterelnök, az hát ő már nem is tudja, hogy mit gondolja. Tehát igen, itt azt érzékeltették, hogy eltűntek a dokumentumjai, oda kerültek Oroszországban, és ezek bizony zsarolási tényezők lehetnek. Ez azért már több annál, mint hogy egyszer egy bulin azt mondta, hogy hát lehet, hogy róla is kell mondanom azt két mondatot. Azt értse meg ön is, meg a kedves nézők is, hogy nem fogjuk megtudni bizonyosan. Nem fogjuk megtudni, hogy valóban létezette, nem fogjuk megtudni, hogy valóban volt-e ilyenfajta jelentés. És honnan tudjam, hogy kinek higgyek, Orbán Viktornak vagy Simicska Lajosnak? Mind a kettőnek hihet.
Én azt gondolom, hogy mind a kettőnek hihet. Hihet Orbánnak, aki azt mondja, hogy nem voltam beszervezett, és itt vannak a papírok, nézzétek meg. És hihet egyébként Simicskának, aki jel a gyanúperrel, hogy egyébként a miniszterelnök annak idején ilyesmit tett. Ami az orosz állat életi, azért két mondatot engedjen meg ezzel kapcsolatosan. Azzal nem igen lehet már zsarolni. Ma Magyarországon ügynökvád miatt néhány ember mondjuk kellemetlenül érzi magát, meg érezte az elmúlt időszakban is. Tehát a társadalmi ítélő képesség és a társadalmi közeg ezt mindig megbocsájtotta a vezető politikusoknak is. Legyen az Csurkától kezdve, nem tudom, hogy egy miniszterelnöknek nem bocsájtja meg a közvéleményt. Nem tudom. Azt tudom, hogy ha valamivel zsarolni lehet, vagy valamivel Moszkva a kezében tartja, az az atomügy, az a keleti nyitás kapcsán kialakult gazdasági együttműködés, és a többi, és a többi. Az az ütőkártya, nem pedig az, hogy egyébként 35 évvel ezelőtt azt mondta, hogy a Lajos szitta a kommunistákat. Ez annyira szép végszó, hogy nem tudok mit hozzátenni. Köszönöm szépen, hogy itt volt.